Nos, nem vártam ki a 100%-os töltést, mert most már indulnunk kell, és ahogy az már lenni szokott, most sem tudunk pontosan indulni. Tehát 5 órára terveztem az indulást, most 10 perces késésben vagyunk, 147 km a hatótávunk, 60-ban fogunk legközelebb tölteni. 17 Celsius fok van odakint, ami azt jelenti, hogy egy normál autóban már kellene fűteni. Viszont azt tapasztaltuk, hogy ha minden el van zárva ebben a járgányban, akkor nincs szükség rá. Tehát két ember a testhőmérsékletével be tudja annyira fűteni, hogy ilyen 22-23 Celsius fok legyen. Tehát most mi, én legalábbis jól érzem itt magam, te is. Jó. Tehát szerencsére még ilyen külső hőmérsékletnél sem szükséges az, hogy befűtsük az autót. És akkor most nézzük, hogy milyen fogyasztási értékkel közlekedünk. Ugye itt a vadak miatt megint csak ilyen 70 km per óra környékén megyünk, és hát emiatt ugye 100%-osan eko a vezetési mód, és nemrég még 16 kW-ot fogyasztott az autó, ilyen 3 km megtétele után. Nagyon érdekes, hogy a villanyautók is, legalábbis ez az új, ez kicsit többet fogyaszt, amikor elindulunk vele, főleg ilyen alacsonyabb hőmérsékletnél, de most már ez az érték kezd lefelé sétálni, amint látjátok, 14,6 kW-ra. Nos, a feleségem kérésére változtattunk a taktikán, ugyanis azt vetette fel, hogyha 60 úgyis bőven hatótávon belül van, akkor miért nem megyünk gyorsabban a 96 km per óránál, hiszen mégiscsak baromi messzire megyünk. Úgyhogy eleget tettem ennek a kérésnek. És azért bizony érhetik az embert meglepetések, ha mondjuk van egy szembeszél, azt gondolnánk, hogy bőven odaérünk, a múltkor is így jártunk, hogy 20 km-ünk maradt, és akkor toltuk neki 115-120 környékén, ha jól emlékszem. Mivel bőven maradt megtehető távolságunk, tehát 47 km maradt, viszont 68-at tettünk meg, tehát ha ezt most összeadjuk, akkor olyan 115-120 km környékén van. És ugye jól látszik, hogy megnőtt a átlagfogyasztásunk is. Átlagosan olyan 13,9 kW-tal szoktunk közlekedni 100 km-enként, most 16,7 kW ez az érték. Nagyon megélénkült a forgalom is, úgyhogy igyekszünk sodródni a forgalommal. 6 óra 15 perc van, tehát nagyjából egy óra volt akkor, hogy ideértünk 60-ba. Ez 85 km tőlünk, tehát ez egy elég jó tempó volt. 32%-ról indulunk, 1 óra 5 percet ír, hogy annyi időt fogja feltölteni. Ennél jóval kevesebb időre lesz egyébként szükség. Hogyha füleltek, akkor lehet hallani, hogy beindította az akkumulátor hűtést az autó. 6 óra 18 perc van, amikor el tudtuk kezdeni a töltést. Az ne tévesszen meg benneteket, hogy egy órával kevesebbet mutat a kijelző. Kint 18 fok van, de ide bent abszolút nem fázunk, ennek ellenére jó szigetel az autó. Most a feleségem pont azt méri, hogy valóban 22 kW-tal tölt-e. Elvileg 41 másodpercnél váltania kéne. Nem váltott? Most. De király. Hát ez lassabban tölt, mint 22 kW, ez azt jelenti sajnos. 6 óra 51 perc van, tehát durván fél órája töltjük az autót, és 77%-on áll. Mivel Budapestig kell csak eljutnunk, méghozzá Hungária körútra a Lidlhöz, ahol van 43 kW-os töltő, amivel fele annyi idő alatt tudjuk feltölteni az autót, mint a 22 kW-ossal, ezért oda fogok átmenni, és nincs szükség arra, hogy teletöltsem, így csak 80%-ig fogom tölteni, ami azt jelenti, hogy még 2x40 másodpercig. Ugye az előző etapban 83 km-t jöttem 16,2-es átlagfogyasztással, 13 kW-ot fogyasztottunk el, ez idő alatt a 22 kW-unkból, és bizony csak 50%-os volt a zöldség, tehát nagyon-nagyon rossz volt, és most visszaállítjuk. Ez azért lényeges, hogy visszaállítsam, mert így látom azt, hogy mennyit fogyasztottam el. Tehát én azt szoktam nézni, hogy ha 20 kW-hoz közel kerülök, akkor már biztos, hogy nem tudok vele sokat elmenni. Majd ha esetleg olyan körülmények közé kerülünk, vagy olyan szituációba, hogy 18 km alá megy a fogyasztásunk, vagy éppen már kiírja, hogy nem tudunk tovább menni, akkor megmutatom, hogy mit kell tenni az OE-val, hogy biztonságosan el tudunk-e még menni 10-20 km-t, ezt hogyan tudjuk megállapítani. No, 79%, mert mindjárt le is állíthatom.
és ez idő alatt nagyon hasznosan töltöttük az időt, hiszen én addig válaszoltam az e-mailekre, válaszoltam a megjegyzésekre, és nem is értem a végére, tehát még a következő töltésnél is még időt kell ezzel töltenem. Én azt tapasztaltam, hogy nem tudok annyit tölteni, hogy a végére érek a kérdéseknek és leveleknek, ami hozzám érkezik. És íme itt a tippelő óra szerint 119 kilométert tudunk megtenni. Na most, ha rajta hagytam volna valós fogyasztási értéket, akkor az alapján számolta volna. Tehát mindig ez alapján kalkulál, hogy én az előző időszakban milyen fogyasztási értéket produkáltam. Ha én ezt lenullázom, mint ahogy most is tettem, akkor egy átlagos érték rá be, ez körülbelül 14 kW-nak megfelelő. Tehát, hogyha 14 kW-ot fogyasztanék, akkor durván 120 km-t tudok megtenni. Akkor most irány Budapest, százados út. Úgy gondoltam, hogy 60-tól a régi 3-ason jövünk, és nem az M3-asra megyünk vissza, hiszen hogy is ilyen 95-100-110-es tempóval mentünk volna Budapest felé, és úgy láttam, hogy elég nagy a forgalom, ezért jöttem erre, és eddig jól bevált ez a módszer, hiszen tudtunk jönni ugyanúgy 90-es tempó környékén, és arra is számítottam, hogy mivel nem autópályán megyek, ezért majd jóval kedvezőbb lesz a fogyasztásom, ami viszont nem jött be. Tehát érdekes módon, hát most már lement 15,3-ra, de eddig 16 fölött volt a fogyasztási érték, amit nem nagyon értek. Tehát lehet, hogy itt Gödöllőig emelkedett az út, vagy nem tudom. De mondjuk ott is, ha felmegyek a Lukoilyek útnál Gödöllő után a dombtetőre, akkor onnantól kezdve már Budapestig azt vettem észre, hogy sokat csökken a fogyasztási érték, tehát lejt lefelé onnantól kezdve az út, úgyhogy bízom benne, hogy itt is ez lesz a helyzet. És ugye mivel városban is megyünk, ezért a visszatöltésekkel jobban alacsonyabb lesz a fogyasztás. Elvileg 20 perc különbséget írt a GPS, tehát hogy ha a régi 3-ason megyek, vagy az M3-ason különbségben, természetesen a autópálya javára. Tök jó haladunk, úgyhogy eddig jó döntésnek tűnik. Ugyanis arra gondoltam, hogy a Kerepesi útra visz ki ugye ez a régi 3-as, és az pedig pont szemben van a százados úttal. Tehát az tök jó lenne nekünk, hogy egyenesen oda megyünk. No, már lecsökkent 14,8-ra a fogyasztásunk, tehát bejött ez, hogy innentől kezdve valószínűleg lejt. Ne téveszem meg benneteket az idő, nem 7 óra 3 perc, hanem 8 óra 3 perc. Tehát csak 15 perccel értünk később ide, mint amennyi az autópályán lett volna. És 12,8-ra lement a fogyasztásunk, tök jó. 6 kW-ot fogyasztottunk, ez alatt az 51 km alatt, és 2 kW-ot visszatermelt a járgány. Stolja bele gyorsan a delejét. Azt a mindenit. Mennyi? Jó, most indítottad el. Na, lemérjük. 21 másodpercnek kell lenni, hogyha 43 kW-tal nyomja. És most váltott. 23,78. Az teljesen jó. Éppen most értem vissza a közeli benzinkúttól, a mosdóból, és már is 75%-on jár a töltöttségünk. Igazából 80%-ig kellene csak tölteni, és mehetnénk tovább, mert Dunói város nincs annyira messze. És valószínűleg meg is fog állni ez a töltő, tehát nem engedik ezek a villámtöltők, hogy 100%-ig töltsünk, hiszen ha belassult, utána már feltartanánk csak itt a helyet. Úgyhogy ez is a 85, majd meglátjuk, hol áll meg a töltés, való biztos, hogy meg fog állni. Tehát 10-11 perc a töltés, 6,22 kW-ot töltött bele ennyi idő alatt. No, és 8 óra 15 perc van. Tehát ez azt jelenti, hogy kicsivel több mint 12 perc alatt fel tudtuk tölteni az autót. Ez tök jó. Majd Szekszárdon lesz még ilyen lehetőségünk, ahol egy magántöltő van, ami 43 kW-tal tud tölteni. Úgyhogy valószínűleg oda már egy kicsit lemerültebb aksival fogunk érkezni, és ott egy kicsit több időt kell majd töltenünk. Ugye ez jól látszik, hogy nem lesz 30 perc. 9 óra 17 percet ír érkezési időnek, tehát durván 1 óra lesz az út odáig. És nagyon érdekes, hogy ilyen töltöttség mellett 145 km a hatótávunk. Ugye ez az, amikor az előző adatot veszi figyelembe. Mutatok is nektek egy érdekességet, ugye 145-öt mutatott az előbb. Most visszaállítjuk, tehát lenullázom, és lásd csodát, 132 km lett. Ez azért van, mert ez most a gyári adat szerinti megtehető távolság, és nem az én fogyasztásom szerinti. Már egy ideje feljöttünk az M6-osra, és egy 106-os tempót állítottam be a tempomaton, és szépen csúszik fölfelé, szépen
megy fölfelé a fogyasztási értékünk, és mennyi lehetett ön? 13 körül volt, azt hiszem eddig, és egész jó volt a hatótáv is, amit még kiírt. Most még olyan 50 km körül van Dunaújváros, és van 96 km-ünk, tehát bőven beleférünk, úgyhogy most kicsit a lovak közé csapunk. Hát elég szépen sétálgat fölfelé, igen. Kicsit még tovább fokoztuk a sebességünket, mert bőven van kilométerünk, tehát 110-es tempóval megyek. 57 kilométerem van még hátra, és 18 kilométer még Dunaújváros a Decathlonhoz megyünk, és nézzük a fogyasztási értékünket. 15,3, az teljesen jó. Így a, persze benne van a budapesti jó kis átlag is, de még így is jó, 8 kilowattot fogyasztottunk, egyet termeltünk vissza. A zöldségünk az 58-ra csökkent. Meg is érkeztünk ide a Dunaújvárosi Decathlonhoz. Sajnos a villámtöltőn, ami ott látható, azon nincs 43 kW-os gyorsét, a villámtöltési lehetőség, úgyhogy itt a mellette lévő 22 kW-ról fogunk tölteni. Ja igen, 39 km-en maradt, mert toltuk neki. Az átlag fogyasztás 15,5 kWh per 100 km és 11 kW-ot emésztettünk fel, egyet termeltünk vissza. Ugye most teljesen tele kell töltenünk, mert lehet, hogy Pécsig el kell majd jutnunk. 32%-ról indulunk és 1 órát ír töltésre. Ez körülbelül egy 50 perc lesz egyébként a valóságban. Lehet, hogy még annyi se. Amikor elkezdtük a töltést, akkor pedig 9 óra 42 perc van. Tehát, ugye 5 órakor indultunk, 4 óra 42 perc telt el azóta, mióta elindultunk, ha jól számolom. Nos, bizony most következik az utunk legizgalmasabb szakasza, amikor is bizony el kell mennünk Regőre 70 kilométert, és utána valahogy el kellene jutnunk vagy Pécsre, vagy Dombovára, vagy Szekszárdra. Mi a Szekszárdot választottuk, tehát ez van legközelebb, úgy vélem, és ott tudunk legközelebb tölteni. Tehát most már viszont spórolnunk kell majd az üzemanyagon, illetve az áramon. És 99%-on áll a töltöttségünk. Most már nem töltöm tovább, mert itt most már csepptöltéssel menne, és igaz, hogy lehet, hogy szükség lenne arra néhány kilométerre, amit még beletuszakolunk ilyenkor az aksiba, de hát ezt már nem fogjuk kivárni, mert azért haladnunk is kell. Íme itt mutatja, hogy 1 óra 9 percet töltöttünk, kicsit több volt 10 perccel, mint amit ő előirányzott, és 10 óra 51 perckor indulunk most tovább Regőre, ami körülbelül 1 órás út lesz. Sajnos elég sovány az az eredmény, amit kiír, 130 km. No, akkor nullázok le, és nézzük, hogy így mennyi lesz az eredményünk. Nagyon jó, megnövekedett, 144 km-re, csúcs, szuper. Közben úton vagyunk Szekszárd felé, ami 22 km immáron, úgyhogy most már átváltottam ekomódról normál módba, úgyhogy toljuk neki. Annál is inkább, mert egy magány személy volt olyan kedves, és épített egy 43 kW-os AC töltőt saját maga udvarára, ami napi 24 órában használható, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tényleg tölt-e annyival, és gyorsan meg tudjuk-e tölteni az autót, és utána rögtön megyünk Pécsre. Ugye volt egy durván 2,5 órás elfoglaltságom, és ezek után keltünk újra útra, most 15 óra van. Eddig 12,3 kWh volt, az tök jó, és 94 km alatt 11 kW-ot fogyasztottunk, 1 kW-ot termeltünk vissza. Ugye így néz ki ez a töltőállomás, környezetbarát, és itt áll egy nagyon különleges Fiat, ami elektromos. Most már itt vagyunk bent Sebestyén Ferencnél, aki nagyon-nagyon okos dolgokat mondott eddig is nekünk, és itt áll egy Twizy is, egy Renault Twizy itt bent a garázsban, vagy ebben az épületben, és ami ugye érdekes volt kint, és megjegyeztem, ez a Fiat teherautó. Ducato. Fiat Ducato. És hány éves ő egyébként? Hát 24 éves. 24 éves. Uh-huh. Lábújhegyen ezelőtt már 25-30 éve Brüsszelbe, vagy Nyugat-Európába ebben hordták ki a kenyeret, a tejet. Így Lábújhegyen csöndben, zéro emisszió, és mivel mondom, kevés készült belőle, csak 400 darab, ezért most egyre nagyobb lesz az értéke. Egyszer már meg akarták, vissza akarták vinni a németek, mert onnan hoztam Németországból, de
Ha nem fizetik meg a kellő összeget érte, akkor nem fogom eladni. Ha megvárom 30 évet, mert akkor lesz igazán nagy értéke. És ugye beszélgettünk arról is, hogy ezt a 43 kW-os töltőbázist, az egyik oldala ugye 43 kW-os, és van rajta egy 22-es is. A legdikábel végén az 43 kW, az ajzat az pedig szintén menekes, Type 2-es ajzat, ami 22 kW-tól előre. Aha. És akkor az a trükközés, mondom, hogyha egyedül tankol valaki, akkor 43 kW, az autója tudja hasznosítani, de még egy rácsolok, a 222. Ugye itt jön le a földkábel, ez földkábellel van ellátva. Itt van a... Most már csak földkábellel lehet bekötni. Itt van ugye a villanyóra rendszer. És akkor 63 amperrel jön be ide a rendszer. Igen, és akkor az rendszer. 3 kilóval. És ugye ez neked ez 3 millió forintos választ, csak ez? 3 millió, csak ez, ide az óráig bevezet. És akkor innen ki, az meg szintén 3,5 millió forint, maga az osztop, meg oda kivezet, kábelezve, beüzemelve. Hát akkor én köszönöm szépen a nép nevében is. Aztán igyekszünk ezt neked meghálálni. 153 kilométert pumpáltunk az autóba. Viszonylag gyorsan, most 16 óra 1 perc van, nem emlékszem, hogy mikor jöttünk meg, hogy jöttünk, mert azonnal elkezdtünk beszélgetni a Ferivel. Most kiírta az autó ezt, ellenőrizik az elektronikus rendszert. Ilyenkor nem kell más tenni, mint az, hogy lezárjuk 6 percre az autót, és el fog tűnni ez a kiírás. Most amíg elintézzük a folyóügyeket itt a benzinkúton, addig lezárom a járgányt, hogy eltűnjön ez a felirat, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy hogyan kell ezt eltüntetni. Némelyik töltőre érzékeny az autó, hogy sok mindent néz, vagy ha sokat nyitogatjuk ő közben az ajtót, és akkor lezárjuk 6 percre. Most nagyon érdekes dolog történt, most, hogy eltűnt a hiba üzenet, viszont azt mutatta a fedélzeti komputer, hogy 100%-os a töltöttségem, és innentől 145 km-t tudok megtenni. 16 óra 18 perc van, nézzük, hogy állunk a kilométerekkel, ugye eddig 329 km-t tettünk meg otthonról, hajnal 5 órakor indultunk, és most itt tartunk. Körülbelül egy olyan 2,5 óra volt az, amit munkával töltöttünk el, és gyakorlatilag most már megyünk a szálláshelyünkre, Pécsre. 400 méter múlva térjen el jobbra. Nos, közben megérkeztünk Pécsre, 17 óra 30 perc van, és nézzük az eredményeket. 14,1 kWh-val tettük meg ezt a távolságot 100 km-enként, tehát 8 kW-ot fogyasztottunk, egyet termeltünk vissza, és 61 km volt Szekszártól. Oké. Okay. Így a 2,5 órát, ha levonom, akkor tényleg az a 10 órás idő jön ki, amit előre számoltam, hogy 10 óra lesz, hogy leérjünk ide Pécsre. És nézzük meg, hogy mennyi kilométert tettem meg. 387 km-t tettem meg összesen. Eljött a második nap, és még mindig Pécsen vagyunk. 406 kilométert sikerült megtenni a tegnapi napon. Eddig ugye a maximum az, ha jól emlékszem, 550 kilométer volt, amit mentem az autóval egy nap alatt, és az szintén úgy történt, hogy reggel indultam, és késő este értem haza. Úgyhogy pont ez volt az oka annak, hogy nem is vállaltuk be azt, hogy egészen haza is menjünk aznap, amikor érkeztünk, hiszen az, hát... ebből kifolyólag körülbelül a 800 kilométer lett volna, úgyhogy azt gondolom, hogy az szinte lehetetlen egy nap alatt megtenni egy ilyen elektromos autóval, bár arra is lesz majd kísérletem, hogy keresek 43 kW-os töltőket, és megpróbálok minél többet elmenni egy nap alatt, viszont az 24 óra lesz. Itt Pécsen még elmegyünk néhány helyre, fölmegyünk például a TV-toronyhoz, úgyhogy indul ez a mai nap, és Siófokon keresztül terveztem, hogy hazamegyünk. Úgyhogy azt gondolom, ez is egy elég izgalmas út lesz, hiszen még mindig nincsenek nagyon töltőhálózatok, és az lesz ebben az útban a legizgalmasabb, hogy Dombováron egyetlen egy töltő van, és arra fogunk menni. Az jó lenne, hogyha működne, van Tamásiban is, de ott sajnos nem működik az AC része. Ha elértük Siófokot, onnan azt gondolom, hogy már nem lesz probléma hazafelé.